Jó estét kívánok, a híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. 2016. március 17-én csütörtökön 19 órakor. Főbb híreink először röviden. 20 éves az MPKE, ünnepi estet tartottak. Iskolai beiratkozás április 14-én és 15-én várják a leendő elsősök szüleit. Színház, mozi, kiállítás, már a húsvét jegyében is lesznek programok. Hivatalosan 20 évvel ezelőtt alakult meg a Moson-Magyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület. Ez alkalomból a nemzeti ünnep előestéjén, március 14-én tartottak ünnepi vacsorát. Először 1994-ben fogalmazódott meg Németh Tamásban és Takács Istvánban az a gondolat, hogy Moson-Magyaróváron érdemes lenne egy polgári szervezetet létrehozni. Az egyesületet egy évvel később meg is alapították, majd hivatalosan 1996-ban jegyezték be. Ezért a szervezet idén tartja fennállásának 20. évfordulóját. Ez alkalomból gyűltek össze a kerekasztal jelenlegi, valamint korábbi tagjai, elnökei, a város volt és mostani polgármesterei, önkormányzati képviselők, pártok elnökei, valamint a szimpatizánsok. Az MPKE jelenleg is két képviselőjével van jelen az önkormányzatban, és mintegy 50 tagja van a szervezetnek. A gála esten elsőként Árva István szólalt fel, aki beszédében kiemelte a másfél éves együttműködés fontosságát, és megemlítette az önkormányzat szerepét is. Ma körülbelül úgy nézünk ki, hogy a helyi gazdaságfejlesztésben, a városgazdálkodásban, a településkép kialakításában van az önkormányzatnak valóban is hatható szerepe, ellenben viszont sokkal jobb gazdasági körülmények között. 16 évet követtem végig az önkormányzatnak az ilyen-olyan költségvetési beszámolóit, és elmondhatom, hogy a város ma ereje teljében van. Tehát azokat a feladatokat, amik maradtak és amiket bátran felvállalhat, azokhoz anyagi forrásokkal is rendelkezik. Az este folyamán beszédet mondtak az alapító tagok, valamint az egyesület volt elnökei is. Németh Tamás a többi között az alapításról, a szervezet múltjáról beszélt. Mi akkor Moson-Magyaróváron ezzel a polgári kerekasztal vonulattal megelőztük, nagy sok tekintetben megelőztük az országos politikát, sőt ugye ennek volt még egy előfolyománya, hogy az első önkormányzaton belül létrejött egy országos tekintetben egyedülálló MDF-Fidesz együttműködés a önkormányzati ciklus vége felé, tehát ebben is gyakorlatilag úgymond úttörő szerepet játszottunk az akkori politikai helyzetben, hát kaptunk is, mert ez miatt ugye nem hideget-eveset, hideget-meleget. Szabó Miklós, az egyesület jelenlegi elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az MPK egy pártok fölött álló civil szervezet, elsődleges célja a polgári gondolkodást, értékrendet, valamint a városi érdekeket képviselni. A jövőbeni tervek között szerepel a többi civil szervezettel való kapcsolat szorosabbá fűzése is. A szakmai véleményeket az önkormányzatba képviselni, hiszen azt látjuk, hogy a politika sajnos nem, manapság nem azt mondja meg, hogy mi a feladat, hanem azt is, hogy hogyan kellene megcsinálni, ezt meg kellene hagyni a szakmának. Tehát a szakmaiságnak jobban kellene, hogy érvényesüljön az önkormányzati munkában. A beszédeket követően az ünneplésé volt a főszerep, a Moson-Magyaróvári Polgári Kerekasztal születésnapi tortáját pedig az alapítótagok, a korábbi vezetők és jelenlegi elnökök közösen vágták fel. Április 14-én csütörtökön és 15-én pénteken lesz az általános iskolai beiratkozás. Ezt a megyei kormány megbízott rendelte el. Mindkét nap 8 és 19 óra között van lehetőség a szülőknek, hogy felkeressék az általuk választott iskolát. Azon gyermekeket kell beíratni ezeken az időpontokon, akik 2016. szeptemberétől tankötelesek. Ezt a szülő megteheti a körzetes, vagy az általa választott iskolában. Ez utóbbi esetben azonban az intézmény vezetője dönti el, hogy van-e szabad férőhely. Amennyiben elutasító döntést hoz, abban az esetben a szülő 5 napon belül köteles a kötelező felvételt biztosító intézménybe beíratni gyermekét. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a megyei kormányhivatal által meghatározott és közzétett körzetben lakik. Hivatalosan nem elegendő a rokonhoz vagy baráthoz ideiglenes lakcímmel bejelentkezni. Amennyiben elutasító határozatot hoz az intézményvezető, az ellen a szülő 15 napon belül fellebbezhet. Ezt az iskola intézményvezetőjénél kell benyújtani, de a fenntartónak kell címezni.
Mosonmagyaróváron 5 állami fenntartású iskola indít 6 telephelyen elsős osztályokat. Az egyházi fenntartású piarista iskolában már a jövő héten, azaz március 21-én és 22-én megtartják a beiratkozást. Az állami iskolákban pedig április 14-én és 15-én lesz lehetőségük a szülőknek. A Magyar Szocialista Párt nőtagozata tartott sajtótájékoztatót az irodaházban péntek délután. A tájékoztató után a nőket ünnepelte a helyi szervezet. A Nemzetközi Nőnap alkalmából tartott sajtótájékoztatót az MSZP helyi szervezete és nőtagozata. Az eseményen részt vett Havas Szófia, aki elmondta, a nőnap baloldali összefogásból indult 100 évvel ezelőtt, és a nőtársadalom máig egyik legfontosabb ünnepe. Alapvetően baloldali kezdeményezésként indult több mint 100 évvel ezelőtt, és azóta is a baloldali haladó erők tartják ezt a lángot folyamatosan lobogni, és a nők helyzetének javítását, a nők egyenjogúságáért való küzdelmet mindig is a baloldali pártok tűzték lobogójukra. Az alelnök asszony szerint az elmúlt években újra kellett kezdeni a baloldalnak a nők egyenjogúságáért való küzdelmet, hiszen a jelenlegi kormány konzervatívan áll a nők helyzetének kérdéséhez. A nők helyzetének javítása helyett inkább újfent a konyhába, a hálószobába, a gyerekszobába küldeni vissza a nőket, ami rendkívül szomorú, és úgy tűnik, hogy ehhez az európai konzervatív erők támogatása is biztosítatik számára. A sajtótájékoztatón kiemelték az egészségügy mai szerepét is, hiszen sok nőnek ad munkát. A tájékoztatón elhangzott, hogy az egészségügy is rendkívül súlyos helyzetben van, mind anyagi, mind pedig morális szempontból. A betegek gyógyulása, gyógyítása egyre súlyosabb gondokat jelent. Az asszonyok a nők számára, a dolgozó nők számára egyre nehezebb megoldani, hogy abból a rendkívül alacsony bérből neveljék a gyerekeiket, tartsák el a családot, és próbáljanak meg ők maguk is megélni. Az alelnök asszony kihangsúlyozta, az MSZP számára óriási kihívás, hogy mind az egészségügy, mind az oktatás, mind pedig a szociálpolitika területén elérjék azokat a változásokat, amiket a 2014-es választáskor kitűztek célként. A helyi nőtagozat elnöke is arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai világban nehéz helyt állnia egy nőnek. Mosonmagyaróváron pedig nagyon kevés létszámmal működik a nőtagozat, hiszen sokan kiöregedtek már, és nehéz megfelelő célokat mutatni a mai fiataloknak. Mindezek ellenére a mosonmagyaróvári MSZP nőtagozata a mai napig aktívan vesz részt a város életében. Részt vettünk karácsony előtt kórházba, megajándékoztunk kórházba fekvő gyerekeket, hajléktalanoknak főztünk, különböző rendezvényeken veszünk részt. A sajtótájékoztató után a helyi szervezet megemlékezett a nőkről, az egészségügyi dolgozókról és március 15-éről is. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjét vehette át nemzeti ünnepünk alkalmából Schmidt Rezső egyetemi tanár. A helyi kar dékánját a mezőgazdasági szakemberképzés területén kiemelkedő egyetemi oktató munkája, valamint Mosonmagyaróvár hagyományainak megőrzését is szolgáló aktív közéleti tevékenység elismeréseként tüntette ki Fazekas Sándor. Szintén a földművelésügyi miniszter adományozta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet Tuba Lászlónak, a Győri Kisfaludi Könyvtár nyugalmazott igazgatójának. A Pro Alimentis Hungária díjat pedig Krász Ádám nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárnak. Holnap bruttó 3 forinttal emelkedik a 95-ös üzemanyag ára, a dízelé viszont nem változik. A benzin átlagára így 317-318 forint lesz. Tegnap délután előbb egy balesethez riasztották a tűzoltókat. A Naputcánál 2 személyautó ütközött, itt a járművek áramtalanítása után megszüntették a forgalmi akadályt. Este pedig a Rózsa utcába vonultak, ahol egy lakóház vegyes tüzelésű kazánja robbant fel. A tüzet porralótóval fékezték meg, személyi sérülés nem történt. Embercsempészt fogtak a mosonmagyaróvári járőrök. A rendőrök az autópályán igazoltattak egy bosnyák állampolgárt. A 23 éves férfi egy palesztin és 3 irakit akart Ausztriába juttatni jogszerű papírok nélkül. Mind az 5-üket előállították a megyei főkapitányságon. A hétvége részben már a húsvét jegyében telik. A Szigetköz Agúrájában és a Fehérlóban is lesznek tematikus programok. Emellett a színház és a filmek kedvelői is csemegészhetnek. Programajánlónk következik.
Ismét csoportterápia itt a Flesch Károly Kulturális Központban. Pénteken és vasárnap este 7 órakor, vasárnap pedig délután 2 órakor is meg lehet nézni a Teátrumát Flexum legújabb 2 órás, 2 felvonásos vígjátékát. Kultfilmklub a Fehérló Közösségi Házban pénteken este 8 órakor az ezredforduló megkerülhetetlen kultikus filmjeit lehet megnézni, a belépés díjtalan. Flesch húsvét szombaton, egy héttel húsvét előtt, tehát itt a Szigetköz agórájában számtalan programmal várják a kisebbeket és a szüleiket is természetesen. Lesz játszóház, kézműves vásár, kiállítás megnyitó, valamint egy előadás, a brémai muzsikusok, erre még korlátozott számban jegyek kaphatók a jegypénztárban. Másnap, vasárnap, nyuszis hétvége, az pedig a Fehérló Közösségi Házban, kézműveskedés, nyuszi simogató, délután pedig játszóház, illetve nyuszis mozi, majd pedig kézműveskedés lesz. Holnap tartják a városi keresztutat, ezúttal a Mosoni templomból indulnak délután 4 órakor a hívek Magyaróvára, hogy Krisztus szenvedéseire emlékezzenek. Az útvonalon az átkelési pontoknál néhány perces forgalom korlátozásra kell számítaniuk az autóval, kerékpárral közlekedőknek. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Gyakran felmerül vagy felmerülhetne a kérdés, mikor hívjunk mentőt, mikor keressük fel az orvosi ügyeletet. Ez lesz a mai hírháttér témája. Rubin Teszter háziorvossal és Zolnai Szabolcssal, a mentőállomás vezetőivel beszélgetek. Hamarosan kezdünk. Friss hírekkel pedig holnap este a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!